Hit. A csillagvizsgáló azt mondja, hogy csak a nyolc bolygót láthatja megnagyítottan. A többi ezernyi ezer csillag bármilyen teleszkópon át nézve is csak akkora, mint szabad szemmel nézve. Ebből az következik, hogy az mind nap. Micsoda erő tartja azokat ott a kietlen magasságban? És mi még kételkedünk, hogy a mi életünket az a kéz nem bírja megtartani. A templom közepén az örök mécs ég. Napos időben elhalványul, szinte eltűnik a mécses lángja. De mikor elborul az ég, mikor sötétség száll a templomba, a láng elővilágol. Az ember szívében is van szent örökmécs. A hit ha a magunk esze szerint intéződnék az életünk, első dolgunk volna, hogy a vénülést meg a halált kivetnénk a sorsunkból, és folytatnánk az életet még erősebb küzdelemmel, vesződnénk a vagyongyűjtés munkájával, s vagyonunk biztosításával, agyarkodnánk az embertársainkkal, akik utunkba állanak, s gondot gondra hurcolva haladnánk gyorsan azon az úton, amelynek a vége öngyilkosság. Mély bal gondolkodás halotti beszédben azon erőlködni, hogy a halottról dicséreteket hordjunk össze. Még sosem olvastam olyan halotti beszédet, amely teljességében búcsúzás. A gondolatoknak mély nagy szárnyalására van alkalom, mikor a rabok búcsúznak a szabadságra menőktől, mikor a sötétségben maradók búcsúznak attól, aki Istenhez indul mennyire össze lehet kapcsolni a végtelenségbe sugárzó ideákat e földi élet kis Az ilyen beszéd vigasztaló is, meg igaz is. Csodálatos a szőlő kacsa, hogy terjeng, tapogatódzik mindenfelé. Ha rátekeredik fűszára, drótra, faágra, milyen csomókat köt az esztelen szőlő, még csodálatosabb az ampelopsis, amely falakra mászik fel. Tapadó ujjacskái nőnek, s reátapadnak a legsimább falra is. Reátapadnak oly erősen, hogy alig lehet leszakítani honnan. És a kobé a szál vékonyságú fogódzó szálai. Hogy behatolnak minden hasadékba, minden kérekbe. Akár vékony, akár vastag, amibe kapaszkodni kell, s akár gömbölyű, akár szögletes, a kobéja összeköti vele az életét. Ha az Isten az oktalan növénynek nem ok nélkül adta a fogódzó ragaszkodó képességét, vajon az emberi szívnek mindennél erősebb kacsa, újja, lánca és fonala ok nélkül köti az élőt az elköltözötthöz? Aki elméjével az Isten felé fordul, megérzi, mint a vak a napfényt. Sírkő felirat, hiszek egy Istenben. A hit a katekizmus szerint valójában igaznak érezni stb., amit az anyaszent egy tanít. Mert tartani tarthatom akkor is, ha nem érzem igaznak, de akkor hazudok. Ha pedig azt tartom igaznak, amit érzek is, akkor becsületes vagyok. Nincs -e ellentmondás ebben? Egy. A hit Isten ajándéka. Ettő. Aki nem hisz, elkárhozik. Tehát, ha Isten nem ajándékoz meg, elkárhozom. Azért szenvedek, mert nekem nem jutott ajándék. A hit bizonyosságnak érzett hipotézis. Valahányszor olyan gondolatot olvasok, amely istenellen szól, mindig olyas félét érzek, mint mikor a muzsikában Hamis hangokat hallok. Aki mindent hisz, gyanakszom rá, hogy buta. Aki semmit se hisz, csak amit testi szeme láthat, arra már nem is gyanakszom. Akár teista, akár ateista, logikátlan, ha ezzel a szóval veri az asztalt. Ez így van. Helyesen, csendesen mondjuk csak, így vélem. A tudomány mindig egy hamis bankót tép széjjel, amelyet mi igaznak tartottunk. Nekünk ez rosszul esik. De csak hamar megvigasztalódunk, mert átnyújt helyette egy másik hamis bankót. Aki valakinek a vallását becsmérli, épp olyan, mint aki bemegy valakinek a szobájába, és a falon függő képeket figymálja. Ateista könyvek. elítóztatnak, mint azok a lábtörlők, amelyeken ez a mondás olvasható, Isten hozott, és a vendég az Isten szent nevébe törli a sáros lábait. Ateisták albumába csak furcsa, hogy a világ mindenségre azt mondjátok, van. Arra meg, aki csinálta, azt mondjátok, nincs. ha papírosra festjük a föltekének folyóit, és az emberi test ábrázolásában az ereket, mennyire egy? Ficus magnolioides. A csodálatos alakzatú faderék, amelyből a gyökerek fölülről, az ágakról is lefelé ereszkednek, és mikor a földet elérik, új faderékká válnak. Emberi tagokhoz hasonló alakulások.